Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasa, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja! Saul levele a rómaiakhoz második fejezet így kezdődik. Első vers. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat károsztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy Elohimnek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Néhány dolgot érdemes azonnal megvizsgálni, mikor ebben a két verszakban. Az első az, hogy mit is jelent az, hogy ítélsz. Ugye kétszer is van ez a kifejezés, illetve harmadjára a második verszakban ítélete. Ez a szó pedig nem más, mint a görög szó. Strong's G 2919 Krino. Ami egy ige annyit tesz, mint ítélni, ugye ilyen értelemben használja maga a Brit Hadasa, az új szövetség, vagy valamit meghatározni, elítélni, törvénykezni, megkérdőjelezni, vagy pedig dicsőíteni. Nézzük meg, hogy általában hogyan használja az írás maga, úgy, mint elválasztani, különválasztani, kiválasztani valamit, ismét csak elválasztani, vagy kiválasztani, ugye valamit jóvá hagyni, dicsőíteni, dicsérni, vagy pedig valamit kiválasztani, preferálni, előnyben részesíteni, későbbiekben ugye valamilyen véleményen lenni, valamit gondolni, valamilyen véleményen lenni ismét, és meghatározni valamit, megoldani, kijelenteni, elítélni valakit, vagy valamit. Ugye ezen kívül, hogy ítélkezni, uralkodni, vagy kormányozni, szintén ez a szó, de vitatkozni, vitázni, vagy pedig ugye a harcos, harci értelemben, hadászati értelemben szintén vitát jelent, és hogyha tovább menjük és megnézzük a Strong's definíciót, akkor kiderül az, hogy elsősorban megkülönböztetni, mint kiválasztani valamit, vagy elkülöníteni valamit, így használja, eldönteni, akár szellemi értelemben, akár pedig jogi értelemben, ezen kívül átvitt értelemben használjuk úgy, mint hogy próbára tenni, vagy perbocsájtani, elítélni valakit, megbüntetni, megbosszulni, valamilyen következtetést levonni, elítélni, elátkozni valamit, kijelenteni valamit, vagy pedig meghatározni, ugye dicsőíteni, elítélni, törvényre vinni, valamit elrendelni, megkérdőjelezni, vagy pedig ugye elítélni, ítéletet hozni, vagy gondolni. Ha megnézzük a Thayer's görög lexikont, akkor az elsődleges jelentés az ugye, azon kívül, hogy a latin cerno szóból ered, azt jelenti, hogy elválasztani, különválasztani, kiválasztani valakit, vagy pedig választani általános értelemben. Úgy gondolom, hogy ez alapján, amit vagy pedig később jóvá hagyni, ugye ez is előkelő, illetve valamilyen véleményen lenni. Ugye arról beszél Saul, hogy amennyiben megkülönböztetsz mást, azért, amit más cselekszik, vagy mond, vagy gondol, akkor magadat ítéled el, hiszen mindannyian megtettük már azt, amit ő tesz, vagy pedig éppen, hogy megtesszük. De a probléma az volt, hogy abban az időben, amikor ő ott járt közöttük, akkor nagyon kevés igaz ember volt, aki valójában a teremtő szava alapján
alapján élt, és a lényeg az egészben az, ami a második versben következik, hogy tudjuk, hogy Elohimnek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyet cselekesznek. Hiszen a lényeg az, hogy az ő ítélete az igazság, aki az szerint él, ahogyan Elohim Yahuwah meghatározta azt nekünk, és ezeket elítéli azokat az embereket, hiszen ez képmutatásnak minősül. Honnan is tudjuk azt, hogy az ő ítélete, az igazság ez a Torára, illetve az ő instrukcióira, a törvények, parancsolatok, rendeletekre vonatkozik, hogy az szerint, aki él, az nem cselekszik ilyet. Természetesen arról van szó, hogy ezek az emberek nem úgy éltek. Ez ugye kiderül Zsoltárok 119, Tehelim 119-142, te igazságod, örökké igazság, a te törvényed igaz. Tehát az ő törvénye maga az igazság, illetve Ézsaiás szintén elmondja az 51-es fejezet, Jesiáhu 51.7-ben, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, mi az igazság, a te nép, kinek szívében van a törvénye. Hármas vers, vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerüld Elohimnek ítéletét. Probléma az volt, hogy az emberek nem úgy éltek, hogy ítéletet mondhassanak a többiek felett. Ugye természetesen már ekkor nem is volt a papi rend, azonban még továbbra is a hatalom a farizeusoknál volt, és ők továbbra is természetesen ítélkeztek az emberek fölött, de átvitt értelemben, illetve vonatkozott az összes többi ember ugyanúgy, ahogy ránk, amennyiben mi elítéljük az embereket azért, amit tesznek, úgy, hogy mi magunk is megtesszük épp azokat a dolgokat, akkor bizony Elohim ítélete vár ránk. Tehát nem csak, hogy Saul Pál ismét a teremtő parancsolatairól beszél, hiszen ez az igazság, és ők pontosan tudták, hogy miről beszél, hiszen ezért jártak a zsinagógába a szombatnapon, hogy megtanulják, hogy mi az igazság, mi a szeretet, mi a szolgálat, mi a hit, mit jelentenek ezek a szavak, nem pedig a saját fejük után mentek azt gondolván, hogy az igazság, a hit, a szolgálat vagy a szeretet az az, amit ők gondolnak róla. Úgyhogy ezért beszélt hozzájuk így, és nem írta le minden alkalommal, hogy az igazságod, örökké igazsága, te törvényed igaz. Hiszen ha mindig elmondta volna, akkor nagyon hosszú lett volna minden egyes levél. Ez az egyik. A másik az, hogy ez az ítélettel kapcsolatos írás tökéletes harmóniában van azzal, amit olvashatunk Lukács 6-os fejezet 41-es versben, Jahusá Hamásiak a megváltó. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, mely a te saját szemedben van, nem veszed észre? Pontosan erről beszél itt Saul. Ki megítéled azokat, akik ilyet cselekeztek, és te is azokat cselekszed, akkor te elkerülsz Elohim ítéletét. Ha ítélkezem, mikor te is azt teszed, ugyanazt jelenti, mint hogy a gerenda saját szemedben ott van, avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, atyám fia, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott te a te szemedben levő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből, azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, mely a te atyád fia szemében van. Ugye erről beszél Saul, és először az ember saját magával foglalkozik, saját magát teszi rendbe, úgy, ahogy tudja, és utána kezdi el a többi embert megítélni, vagy segíteni nekik. Négyes vers. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének, azaz türelmének gazdagságát, nem tudván, hogy az Elohimnek jósága téged megtérésre indít. Először foglalkozz magaddal, értsd meg azt, hogy Elohim jó, türelmes és megbocsátó. És ez aztán arra kellene, hogy ösztönözze az embert, megértvén azt, hogy az ember bűnös maga, felfogván ezeket a dolgokat, hiszen a törvény az, ami kimutatja az ember bűnösségét, tehát Saul nem beszélhet másról, csak is kizárólag a törvényről, hiszen az az, ami megmutatja nekünk, hogy bűnösök vagyunk. Ugye, ha ezt felfogja az ember, ezeket a dolgokat, amikről itt ír, akkor ez megtérésre fogja indítani, hiszen felfogja, hogy Elohim, Yahuwah igenis törődik velünk, és azt akarja, hogy mindenki éljen, ezért mindenkit
megtérésre indít, a megtérés maga az, hogy elfordul a bűntől. Pontosan ezt jelenti a metanoia, görög szó, ugye megtérésként 24-szer használják az írásban, a jelentése eredetileg az, hogy valaki megváltoztatja, vagy meggondolja magát, vagy pedig megtér, szó szerint, és felfogja azt, hogy amit tett, vagy amit gondolt, vagy amire készül, amire ő rendeltetett, az nem helyes, és meggondolja magát. Ezt jelenti maga a szó. Ha visszamegyünk, akkor metanoeo, az ige, melyből ered ez a szó, és ez ugye azt jelenti, hogy megtérni, ugye valaki megváltoztatja a véleményét, magyarul megtér, hogyha meggondolja magát, és jó útra tér, vagy pedig a múltbeli bűneit tiszta szívből megbánja, és megutálja, és megváltozik. Ezt jelenti ez a szó. Ugyanezt a szót használja Jahu Máté 12-es fejezetben, a 41-es versben. Ninive férfiai az ítéletkor, tehát az utolsó ítéletről van szó, együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, akikhez Jahusha Másiák beszélt, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a niniveiek, mikor Jónás beszélt hozzájuk, és ímé nagyobb van itt Jónásnál, ugye Jahusha Másiák maga a megtestesült szó. Tehát a megtértek az azt jelenti, hogy feltámadnak, és ők az életre támadnak fel, míg ezek nem. Tehát a megtérés azt jelenti, hogy az ember a bűneiből megtér. Tehát eleve kell, hogy legyen valami törvény, ami megmutatja, hogy mi az a bűn. És az a törvény pedig nem más, mint Elohim igazsága. Az pedig a Tora, az instrukciók, a parancsolatok, a rendelések, az összes, amit a Tanákban, az Ószövetségben megtalálunk. Ezért egyértelmű, hogyha az ember jobban és tüzetesebben olvas a Saul írásait, mindvégig azt találja meg, ami harmóniában van, nem csak hogy a Husák Másiák szavával, de a mindenható Jahua szavával is. Még egy érdekesség a metanoia szóról, az pedig az, hogy két szóból tevődik össze a meta, ugye az előszó, ami annyit tesz, hogy valvel, legtöbbször ugye valvel értelemben használja az írás, utána pedig utána és mögötte, valami mögött általában valvel, míg a noeo szó annyit tesz, mint hogy megérteni valamit, felfogni valamit, vagy gondolkodni valamit. Tehát ha összetesszük a kettőt, akkor a megtérés annyit tesz, mint gondolkodás után átgondolni valamit, mikor az ember ugye itt azt írja, hogy felfogja tulajdonképpen, megérti az elméjével, vagy megértésre jut, ezzel az ember megtér és megváltozik. Hogyha itt a következő ugye az, hogy valamin gondolkodni, hallgatni valamire, vagy pedig megfontolni valamit, amennyiben összetesszük a két szót, akkor az annyit tesz, hogy megfontolás után, megfontolással, megértéssel, megértés után az ember megváltoztatja az életének az útját. De ahhoz kell egy másik út, amit választani tud. Ezért, bár Saul nagyon ritkán írja le azt, hogy már pedig követnünk kell a törvényeket, a lényeg az, hogy az írásából kiderül, ha az ember figyelmesen olvassa azt. És pontosan ez a lényege az egész írásnak, hogy nem lehet nem figyelmesen olvasni, hiszen ha nem figyelmesen olvassa, akkor olyan következtetésre jut, ami erre sajnos a legtöbb ember. Ötös. De a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, és Elohim igaz ítélete kijelentésének napjára az utolsó ítélete, mivel az ember nem hajlandó. A keménység ugye azt jelenti, hogy az ember nem hajlandó a parancsolatok szerint élni, és ezért a szíve nem tér meg. Ennek a következménye pedig az, hogy olyan cselekedeteket hajt végre, amik később ítéletet vonnak maguk után. És ha visszatérünk ehhez az ítélethez csak még egy pillanatra, akkor látjuk azt, hogy a probléma az, hogy ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, és így ítélsz. Ez a legnagyobb probléma. Nem az ítélet maga a probléma,
hanem az, hogy az ember képmutató módra él és úgy ítél, hiszen Jehukkanon János 7-es fejezetben így szól a 24-es vers, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Tehát az ítélet maga nem a probléma az, hogy az ember nem igazul ítél. És miért nem igazul ítél? Azért, mert nem tudja, mi az igazság. Mi az igazság? Kik tudjátok az igazságot, te népkinek szívében van a törvényem. Aki tudja a törvényt, az tud igaz ítélettel ítélkezni. Ezért kell elolvasni az embernek az úgynevezett Ószövetséget, a Tanákot, mert az írja le, hogy mi az igazság, mi a szeretet, mi a törvény, ugyanúgy, ahogy Zsoltárok, Tehelim 119, 142, a te igazságod örökké igazság, a te törvényed igaz. Akkor, amikor azt mondja, hogy igaz ítélettel ítéljetek, akkor nem arra gondol, hogy mi majd megyünk a saját fejünk után, és majd kigondoljuk, hogy éppen akkor mi a nagyszerű dolog, hanem az igaz ítélethez tudni kell azt, hogy mi az igaz, és hogyan kell ítélni, ezért kell elolvasni az Ószövetséget. Ugyanúgy, ahogy a megváltó azt mondta, hogy igaz ítélettel ítélj, ugyanúgy ezt láthatjuk 3 Mózes, Vaikra, 19-es fejezetben ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézz a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld, igazságosan ítélj a te fele barátodnak. Ugyanúgy, ahogy Jehukkanon Jánosban hallhatjuk a megváltott magát. Ne ítéljetek a látszat után, tehát a szegénynek személyét ne nézd, hanem igaz ítélettel ítéljetek, igazságosan ítélt a fele barátodnak, igazság pedig az ő törvénye, illetve ezt két helyen is ugye látjuk a törvény, aki az ember, ami az ember szívében van. De ez a törvény Jahuától kell, hogy jöjjön. Még egy helyen ugye Misli, példabeszédek 31, nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Ne ítélj a látszat után, ne nézd a szegény személyét, forgasd ügyét a szegénynek, szűkölködőnek, igazság a te törvényed, és a törvény az ember szívében van, ne cselekedd azt, amit ő, amikor ítélkezel. Az egész könyv az elejétől a végéig tökéletes harmóniában van, és Saul ugyanezeket ismétli el nekünk, illetve hát azoknak, akikhez ő elvitte az üzenetét abban az időben. 6-os vers így szól, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint, ezek szerint nem csak vakhitről van szó, arról, hogy az ember mondogatja, hanem valamilyen cselekedeteknek kell ezt követni, Jakab második fejezet erről szól. 7-es vers, azok, akik jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Mi a jó cselekedet? A jó cselekedet ó, természetesen az átkísérni az öreg nénit a zebrán, és fölvenni, ha leesik valakinek a kulcsa. De jó cselekedet az, ami az ő ítélete, az ő igazsága szerint van, az ő törvénye szerint van. Ez a jó cselekedet. Mindaz, aki aszerint él, és ezt következetesen egész életén át képes álhatatosan, engedelmesen, alázatosan csinálni, azaz, aki örök életet szerez. És dicsőséget, és tisztességet, megbecsülést, és halhatatlanságot, és eljut a végén az örök élethez. Azonban ehhez a törvényeket kell követni. És ez egyértelműen kiderül akár Saul leveleiből is. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, mi az igazság az ő törvénye, már megbeszéltük, hanem engednek a hamisságnak, ami ellene van az ő törvényének, búsulással és haraggal. Vagy ezen az úton jársz, vagy azon az úton jársz, és a törvény az, ami megmutatja, hogy melyiken is vagy valójában, ha nincs törvény, azaz igazság, akkor az ember nem tudja azt, hogy hova megy. Bemutatja azt is, hogy ez mindenkire egyaránt vonatkozik. Nem egy törvény van a pogánynak, egy törvény a zsidónak mindent meg kell tenni, a pogány megél úgy, mint egy gaz. Hanem mindenki ugyanazt csinálja. Honnan tudjuk? Onnan, hogy a 9-es versben elmondja nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. A lelkének nem itt a földön, hanem majd a következő életben, hiszen a lelke az, aki a büntetést kapja, ugye a Yahudim, a zsidó először, meg a görög. Természetesen ő a Yahudimhoz beszélt először,
akik Jeruzsálemben éltek, azután pedig a kiűzött izraelitákhoz, és tágabb értelemben mindenki, aki Elohim igazságát keresi. És dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először, és utána a görög, mert nincsen Elohim előtt személyválogatás. Ugyanúgy, ahogy megmondta Jehusá HaMásiák, hogy ne ítélj a látszat után, vagy három Mózes, vagy Ikra szegénynek a személyét ne nézd, vagy ugyanúgy, ahogy megírta Példabeszédek Misli 31, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek, mindenki egy törvény alapján lesz megítélve, nincsen, hogy egy a zsidónak, egy pogánynak, nekem nem kell, nekem ezt nem kell, nekem azt nem kell. Nincs személyválogatás. Mert akik a törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül, vesznek el a törvény nem tudása, az nem azt jelenti, hogy az ember be fog kerülni a királyságba azért, mert ő egyszerűen nem tudta ezt egyébként a következő versben leírja, hanem az egyszerűen az nem felelős azért, amit nem tud. Ha nem kereste, attól még el fog veszni ugyanúgy, hiszen nem kutatta ki az igazságot, csak egyszerűen nem kap annyi büntetést, és akik a törvény alatt vétkeztek, a törvény által ítéltetnek meg, azoknak ugye sokkal nehezebb dolgok lesz, hiszen ők tudták, annak ellenére nem tették meg. Ugye ezt írja ugye a Jahudim, zsidó, és a görög, aki törvény nélkül, a görög, aki törvénnyel, az pedig a Jahudim. 13-as. Mert nem azok igazak, ki az igaz, kik tudjátok az igazságot, te népkinek szívében van a törvényem. Ő az igaz, akinek a szívében van a törvénye. Mert nem azok igazak Elohim előtt, akik a törvényt hallgatják, akik törvény nélkül vannak, hanem azok fognak meg igazak, akik a törvényt betöltik. Akkor ezekre nem vonatkozott az, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem, és ő betöltötte mindenki helyett, hanem azok, akik betöltik maguknak a törvényt. Akik úgy élnek. Azok, akik úgy cselekednek. Akik jó cselekedetben, álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet, halhatatlanságot keresek örök élete. Ezek azok az emberek, akikről itt ír. Akik betöltik azzal, hogy úgy élnek. Még annyit megmutatnék mindenkinek, hogy angolul Rómaiakhoz 2.13, ami ugye ott arról szól magyarul, hogy akik a törvényt betöltik, angolul arról van szó, hogy azok, akik csinálják a törvényt, azok igazulnak meg a végén. Akik csinálják, akik úgy élnek, ez a szó csinálni, vagy aki úgy él, ugye ez egy főnév, angolul, magyarra fordítva úgy szó, hogy a csináló, csúnyán fogalmazva, az, aki valamit csinál, aki valamit előállít, aki a szerzője valaminek, aki az előadója valakinek, aki engedelmeskedik, vagy betölti a törvényt. A törvény betöltése annyit jelent, hogy engedelmeskedik neki, nem annyi, hogy ő betölti, és akkor már nem kell senki másnak ezt csinálni. Erről szól a betölti a törvényt. Ugyanez a gondolatmenet folytatódik, ugye ez egy zárójeles rész, ami arról beszél, hogy nem azok, akik hallgatják, hanem akik betöltik. Pontosan ezért írja azt, hogy mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, ugyanis a pogányok nem ismerték a törvényt olyan szinten, mint a Jahudim, a zsidók idézőben, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Aki azonban érzi, akiben benne van Jahua lelke, a Ruach HaKodesh, a Szentlélek benne van az emberben, akkor ő úgy él, természetesen nem tökéletesen, hiszen ez nem fog megmutatni neki mindent. Azonban nyilván az ünnepnapokat nem tudja kitalálni, vagy hogy mely állatokat kell pontosan enni, stb. De egy alap irányelvvel lesz, akkor ő a törvény, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete, azaz az aszerinti élet be van írva az ő szívökbe, egyetemben, bizonyságot tévén arról, az ő lelkiismeretük és a gondolataik és a cselekedeteik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Hiszen az ember lelkiismerete és gondolata az, ami meghatározza a cselekedeteit, ami, és a törvény az, ami
az egészet irányítja. És ez vagy vádolja az embert, vagy mentegeti az embert, és hogyha visszamegyünk ide a hetes vershez, akkor látsz, akik jó cselekedetben örök életet nyernek, vagy akik versengők, és nem engednek az igazsága, azok haragot nyernek a végén. Erről beszél itt pontosan, hogy vagy vádolja, vagy mentegeti. A törvényt az ember egy bizonyos szintig, a törvény az ember szívében van, azonban egy idő után el kell jutni arra a szintre, hogy ezt meg kell tanulnia ahhoz, hogy tökéletes lehessen, hiszen ez az, amit Yahuwah szeretne tőlünk. És a törvény az, ami az igazság, amiről Saul beszél. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy állíthatja valaki azt, hogy Saul a törvény ellen beszél, mikor eddig még csak arról beszélt, hogy hogyan kellene élnünk a törvény szerint. 16. Azon a napon, melyen Elohim megítéli az emberek titkait, az én jó hírem szerint, Yahusha HaMashiach által. Mi az ő jó híre? Az, hogy a törvény cselekedete a szívükben van írva, és a lelkiismeretük gondolatai szerint cselekednek és úgy élnek. A törvény az ő evangéliuma, a jó híre. A jó híre az, hogy aki a törvény szerint él, az megváltás nyer. Egész egyszerűen ennyit tesz a jó hír. Ími te Yahudimnak, zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodon, és Elohimmal dicsekedd el. Ugye a Yahudim, akik ott éltek akkor Jeruzsálembe, úgy éltek, hogy ők azt gondolták képmutatóan, ezért mondta az elején, lefektette az elején az alapokat, hogy tudja mindenki, hogy az volt a probléma, hogy ők ítélkeztek, míg ők nem úgy éltek. Közben meg itt megmondta, hogy akiken ítélkeznek, azok próbáltak volna úgy élni, pogányként, és ezeket az embereket ítélték meg ők, és nézték le. Ezért mondta, hogy nincs személyválogatás, hiszen ők azt gondolták, hogy azért, mert ők test szerint zsidók, azért ők alapból jobbak. Erről beszél itt aztán, hogy te zsidónak nevez, és a törvényre támaszkodik, és dicsekszik, közben meg nem úgy él. Az, akit ő pogánynak nevez, az meg úgy él. 18. És ismered az ő akaratát, ugye Elohim akaratát ők tudták, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítottál, hiszen a zsidó, a Yahudim, akkor aki még a déli királyságban élt, az ugye Yahuda, a Juda törzse, plusz Benjamin, és egy része a lévitáknak, a többi azonban már szét volt szórva a világon, a többi 10 törzs, az északi királyság már szét volt szórva. Ezért mondja, hogy a zsidónak neveztette. Ha valaki érti a történelmi részét, megérti azt, amiről Saul beszél. Ugye ő a zsidókhoz beszélt, akik akkor uralták Jeruzsálemet, és a törvényt hoztak, és ítélkeztek, amire mondta, hogy mi, hogy ítélkezhettek ők úgy, ha nem úgy élnek. Ők ismerik az akaratát, hiszen megtanították gyermekkoruktól a törvényre. Hiszen nem csak, hogy Elohim törvényét ismerték, hanem természetesen a farizeusi szájhagyomány útján terjedő Talmudot és a Misnát is. Ez volt a problémája, ezért beszél két különböző törvényről, azonban most itt Elohim törvényéről beszél. Hogyha ők tudják a törvényt, és azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőnek világossága vagy, a balgatagok tanítója, az ostobák tanítója, akik nem ismerik a törvényt, a vakok azok, akik nem ismerik a törvényt, a sötétségben levők, akik nem ismerik a törvényt, a kiskorúak mestere, ugye, aki a gyermeket tanítja, mire a törvényre, mi másra tanítaná. Bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Hiszen a törvényt ismeri, és ezáltal tudja, hogy mi az igazság. Mindvégig arról beszél Saul, hogy lehet az, hogy a zsidók, akik gyermekkoruktól kezdve megtanítattak a törvényre, akik ott élnek, akik törvénykeznek, akik ítéletet hoznak, akik azt gondolják, hogy a vakoknak vezetői, hogy ők különbek, mint a többiek, és akik tudják, ismerik a törvényt, az igazság formáját, mi az igazság, az ő törvénye, akik ismerik az igazság formáját, ő is azt mondja, hogy a törvény az igazság. Akkor miért mondják az emberek, hogy Saul a törvény ellen beszél, mikor még folyamatosan csak arról írt szerencsétlen, hogy a törvény szerint hogyan kellene élni. És ő a Yahudimot hibáztatja azért, mert nem úgy él, ahogyan
ítélkezik. Ez volt a probléma a rómaiakhoz írt levél második fejezetében. Azért mondja, hogy az én evangéliumom jó hírem, Jahusha HaMashiach által, hiszen Lukács 7-es fejezetben olvashatjuk 21-es vers, azon az órában pedig sokakat gyógyít meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, sok vaknak adá meg a szeme világát. És Jehusa felele, elmenvén mondjátok meg Jehukanonnak Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, sánták járnak, poklosok megtisztulnak, siketek hallanak, halottak feltámadnak, szegények, az evangélium a jó hír, prédikáltatik a szegényeknek. Ez az, amit itt látunk. Arról beszél, hogy ők hirdették volna a törvényt mindazoknak az embereknek, akik ugye kiskorúak, vakok, sötétségben járók, balgatagok, természetesen átvitt értelemben, hiszen nem ismerik a törvényt. Ők hirdették volna, azonban nem tették ezt meg. Ezért hibáztatja őket. Nem azt mondja, hogy nem kell a törvény szerint élni, azt mondja, hogy miért nem tették azt meg. 21. Aki azért mást tanítasz, ugye aki tanítod a másiknak az, hogy hogyan kellene élni, magadat nem tanítod, de miért nem csinálod te magad? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz é. 10 parancsolatból az egyik. Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodod é. Paráználkodol é. Egy másik. Ki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy é. Ki törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által Elohimot gyalázod é. Amikor tanítod a törvényt, mikor arról beszélsz, hogy te vagy a törvény, ahogyan a Jahudin cselekedett, akkor amikor nem úgy élsz, ahogy te mondod, akkor meggyalázod Jahuát, a mindenható. Hiszen az ő törvényét semmibe veszi hazáta, hogy képmutató módjára él. Pontosan arról beszél mindvégig, hogy aki nem a törvények szerint él, az nem lehet igaz, és mivel a Jahudim az akkori zsidók, akik a törvények, aki volt a törvény tulajdonképpen természetesen a rómaiak felhatósága alatt, azok nem úgy éltek. És ezért, 24-es vers, mert Elohimnek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van írva. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ugye miattuk káromoltatik a név, hiszen azt látják a pogányok, hogy ezek az emberek beszélnek, de nem úgy élnek. Ezért az embernek elmegy a kedve az egésztől, ugyanúgy, ahogy ma a kereszténység viselkedik, ugyanúgy akkor a Yahudim. A kereszténység arról beszél egyik oldalon, hogy a homoszexualitás bűn, a másik oldalon meg két kézzel eszi a pacal pörköltet meg a csülköt. És pont ez az, ami plusz nem úgy élnek, ahogyan a törvények leírják. Ezért elmegy az emberek kedve, káromoltatik a neve. Ezért tudják azt mondani az igazi pogányok, hogy ha ez az, aki az a teremtő szerint él, akkor én már inkább így maradok, mint ahogy most vagyok, mert én legalább nem beszélek arról, hogy hogy kéne élni, hanem én csak egyszerűen pogányként élek. Ugyanez a helyzet ott, mint ami ma. 25. Természetesen vannak kivételek, és nem azt mondom, hogy mindenki, de szerintem egyetért a legtöbb ember azzal, hogy a vallás, a különösen a kereszténység, nagy részére ez igaz. Sőt, talán azt kell mondjam, hogy a kereszténységre igaz. 25-ös vers így szól. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod. Akkor hogy mondhatja azt valaki, hogy ő a körülmetélkedés ellen beszélt, vagy a törvény ellen beszélt? De ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Hiszen nem a körülmetélkedés az, ami fontos, hanem a törvények megtartása. Erről beszél itt. Nem arról, hogy nem kell körülmetélkedni, azt nem írja sehol, hogy nem kell, vagy ne tedd meg. Azt írja, hogy ha nem tartod meg a törvényt, akkor nem ér semmit. Azonban, ha megtartod, akkor igenis használ, hiszen az az egyik alapfeltétele a szövetségnek. Azonban a törvény az, ami a legfontosabb az összes közül, ami felülír mindent. Ez nem azt jelenti, hogy aki törvény szerint él, de nincs körülmetélkedve, eljuthat oda, hiszen nem így van. A lényeg azonban az, hogy a törvény az első, hiszen ha az ember a törvény szerint él, akkor körül lesz metélkedve előbb vagy utóbb fizikálisan, ugyanúgy, ahogy a szíve körül lesz metélve. Ha azonban áthágja, akkor oly mindegy, hogy körül van metélkedve, hiszen akkor pogányként él.
erről beszél itt ugyanúgy, hogy teljesen mindegy, hogy mennyit mondja egy református vagy egy protestáns, hogy ő hisz, ha nem úgy él, akkor ugyanúgy körülmetéletlenné lett, mint ahogy az összes többi Yahudim ebben az időben. Mindvégig a Yahudim képmutatásról beszél ebben a fejezetben. 26. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, akkor miért mondják azt, hogy Saul azt mondta, hogy nem kell a törvények szerint élni, mikor itt azt mondja, hogy ha megtartja a törvény parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésű tulajdonítatik én neki? Ha a törvény szerint él, akkor ő ugyanúgy részese lesz a királyságnak, mint az összes többi, aki körülmetélkedett, azaz Yahudim. A körülmetéletlen a metaforája a pogánynak, a körülmetélkedés pedig a Yahudimnak. Nem azt mondja, hogy nem kell fizikálisan körülmetélni, hanem azt mondja, hogy aki a törvény szerint él, az körülmetélt, aki annak ellenére, az meg körülmetéletlen. Igenis azt állítja, hogy a körülmetélkedés fontos, hiszen ez maga a metaforának az alapja. Csak itt nem arról van szó. Azok az emberek, akikhez beszélt, pontosan tudták, hogy mi az, amiről ő beszél. Nekünk így 2000 év múlva egész más a kialakult képünk, különösen 2000 év kereszténység után. Úgyhogy ő pontosan arról beszél, hogy a törvény az első, és utána az ember majd rájön, hogy mi az, amit neki kell tennie, és végül egy nap körülmetélkedik. De a kérdés itt nem az. A probléma az, hogy a Yahudim nem úgy élt, ahogy tanította az embereket. A zsidó nem úgy élt, képmutatóként élt. Ezért hiába volt körülmetélt, hiszen pogányá lesz, hiszen nem úgy él. 27. És a természettől fogva körülmetéletlen ember, a pogány, ugye ez a pogánynak a metaforája, arról beszél, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és a körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy. Nem lehet ennél egyértelműbben leírni, hogy miről beszél. Aki a törvény szerint él, teljesen mindegy, hogy ki az, megítéli azt, aki beszél, de nem úgy él, mint a keresztény. Például vagy akkor a Yahudim, vagy ma a zsidó, aki legalábbis azok a formák, akik állítólag Izraelben élnek, akiknek semmi köze nincs se a zsidósághoz, se az íráshoz. Nem a törvények szerint élnek, csak a világ azt gondolja, mint a keresztények. És még egyszer mondom, van olyan keresztény, aki igyekszik, próbálkozik, és a legtöbben jó hiszeműek és jó szívűek. A lényeg az, hogy az igazságot keresni kell, és aki keresi, az megtalálja majd, és ha megtalálja, eldöntheti, hogy a törvények szerint él, vagy sem. Itt azonban arról beszél, hogy az, aki pogány, természet szerint, aki nem Yahudim, aki nem Jeruzsálemben élt, akkor, mikor ő írta ezt a levelet, és a törvény szerint próbál élni, a lelkiismerete alapján, azzal a kevés tudással, ami neki van, az megítéli azt, aki arról beszél, aki tudja, azt tanítja, és ennek ellenére nem úgy él. 28-asban még egyértelművé próbálja tenni, mert nem az a Yahudim, a zsidó, aki külsőképpen az. Sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van. Hanem az a Yahudim, a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek, lélekben, nem betű szerint való körülmetélése, az igazi körülmetélkedés, ugye ez hozzá van adva, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Elohimtől van, ugye az akkori Yahudim úgy élt, hogy ők egy különleges nép voltak, hogy ők feljebb valóak voltak, csak azért, mert tudták, hogy mindenki tudja róluk, hogy ők azok az utolsó törzs, aki még akkor Jeruzsálemben maradt, az emberek tudták, hogy mit jelent az, hogy valaki Yahudim, valaki Júda törzséből származik, és valaki még Jeruzsálemben élt. És ezért ők képmutatók voltak, hiszen nem a törvények szerint éltek, ezért voltak farizeusok, az írástudók, akik különböző parancsolatokat hoztak, azonban
képmutatóként éltek. Erre mondja azt, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testünkön külsőképpen van. Ezt mindenki tudja, senki nem, én legalábbis én nem azt mondom, hogy a körülmetélés az, ami az embert eljuttatja a királyságba. Hiszen ezek az akkori zsidók, akikről beszélt, gondolták ezt. Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek, lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, és annak a dicsérete nem az emberektől, hanem az Elohimtől van. Nem az emberek dicséretét keresi az ember, mint akkor a Yahudim, hogy ők úgy jártak, ők úgy néztek ki, ők úgy viselkedtek, azonban a cselekedeteik, a gondolataik és az egész életstílusuk nem követte a törvényeket, hanem a szívnek körülmetélése a lényeg. Azonban itt nem tudom, hogy hogy lehet azt ebből kiolvasni, hogy nem kell fizikálisan körülmetélni valakit. Nem azt mondja, hogy nem kell, azt mondja, hogy nem az a lényeg. Azt mondja, hogy nem az a körülmetélés, ami a testen van, hanem az a körülmetélés, ami a szívnek körülmetélése, hiszen az azt jelenti, hogy megtartja a törvényeket, megtartja a parancsolatait. És a parancsolatokban az egyik az, hogy metélje körül magát fizikálisan a férfi. Erről beszél. De nem csak ő. Ez nem egy új dolog, amit Saul talált ki, a szív körülmetélése. Ez 5 Mózes Debrecim 10-es fejezetben már rég le volt írva. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Majdnem szó szerint ez van ide írva. Hogy a szív körülmetélése a lényeg. A szív körülmetélése az, ami akkor is számított neki. Meg amiről Saul is próbálja őket meggyőzni. Sőt, 5-ös versben ugye írja Saul, de te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint haragot gyűjtesz magadnak. Ugyanerről ír itt. A metélt körül a szíved, és ne legyél kemény nyakú. Miért? Azért, mert Jahuva ti hatalmasságotok, aki minden hatalmasságnak hatalmassága, és uraknak ura, nagy, hatalmas, rettenetes Elohim, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Ugyanúgy, ahogy azt mondja Jahukanonnál, Jahusaka másiák, hogy ne ítélj a látszat után, vagy 3 Mózesben, hogy ne nézd a szegénynek személyét, vagy példabeszédekben ítélj igazságot, és a szegénynek és a szűkölködőnek az ügyét egyaránt nézd. Ugyanarról beszél itt, amit Saul szeretne elmondani ebben a fejezetben. Hogy teljesen mindegy, hogy ki kicsoda vagy micsoda, aki a törvény szerint él, az az, aki eljut Elohim országába. Hiszen Elohimtől keresi a dicséretet. És Elohimnek nem lehet ajándékot adni úgy, ahogyan az akkori Jakudimnak, vagy zsidóknak, vagy ma az emberek elfogadják. És ezáltal ugye megkapjuk a dicséretet. Elohimnak egyetlen egy dolog az, ami tetszik, és az pedig nem más, mintha a törvény az ember szívében van. Ez az, amit Saul el szeretne magyarázni nekünk. A rómaiakhoz írt levél 2. fejezetében. Nem azt írja, hogy nem kell körülmetélkedni, vagy nem kell megtartani a törvényt, pont az ellenkezőjét mondja. Azt írja folyamatosan, ha valaki megtartja a törvényt, Elohim törvényét, akkor dicséretet szerez Elohimtől. És ez teljesen összhangban van az egész írása, egészen 3 Mózes, 5 Mózes, Zsoltárok, példabeszédek, Ézsaiás és Jahusa Hamásiák szavaival. Hiszen Saul mindvégig ugyanazt a jó hírt hirdette, amit az egész könyv. Kövesd a parancsolatokat, és eljutsz a királyságba. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle
hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!